Koloda Attilát, városunk alpolgármesterét is meghívtuk stúdiónkba egy rövid évértékelésre, mint alpolgármestert és mint az egyes számú körzet képviselőjét. Ő maga is elmondta, hogy ezt a kettősséget igyekszik munkája során egyensúlyban tartani. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Koloda Attila alpolgármester urat. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Mostanában ugye szokás nálunk, hogy a stúdióba behívjuk a körzetünk képviselőit, most az egyes körzetre esett a választás, ahol ugye alpolgármester úr egyben képviselő is. Először a körzetben eltelt egy év tapasztalatairól, tevékenységeiről, munkáiról kérdezem. Hát tulajdonképpen, amikor az ember bele zökken egy ilyen új feladatba, egy új feladatkörbe, mint képviselőnek lenni egy városon belül, az mindig az eleje az ismerkedéssel telik. Természetesen nekem is sok új dolgot hozott ez a szituáció, és sok mindenkivel kellett megismerkedni magával a területen. Nem azért, mert az ember nem ismeri a városközpontot éppen, hanem azért, hogy lássam azokat a problémákat, amik itt valóban fölmerülnek. Ugye a városközpontról mindig minden város esetében, nem csak Hajdúszoboszló esetében úgy szoktak beszélni, hogy az mindig kiemelt figyelmet kap, oda mindig sokkal több pénz jut, mint más területre, és ez valóban így is van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek a körzetnek van olyan utcája, van olyan terület, amely nem közvetlenül a városközponthoz tartozik, ha bár forgalmat tekintve bizony elég nagy forgalommal bír. És nekem ezeket a területeket is jobban meg kellett ismerni, oda kellett figyelni, hogy mit mondanak az ott lakók. Sokan fölhívtak, sokan elmondták a saját problémájukat. Persze vannak olyan problémák, amelyek nem igazán az egész körzetet, hanem egy-egy lakót érintenek, de a képviselőnek sokszor az is feladata, hogy ezeket a problémákat meghallgassa, és hogyha tud, akkor segítsen. Én úgy gondolom, hogy a városközpont, amire azért méltán lehetünk büszkék, egy nagyon szép állapotú városközpont. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Hajdúszoboszló belvárosa ilyen szépen kinéz, és felveszi a versenyt a fürdő környékével, amelyik ugye szintén kiemelt körzetnek számít Hajdúszoboszlón. Ebből adódóan egy csomó olyan épület, intézmény van itt a városközpontban, amelyeket sokan használnak, nem csak az itteni körzetben lakók. Így természetesen ezeknek az épületeknek az állaga, az ezeknek az épületeknek a külső kinézete az mindenki számára egy kicsit valami fajta információt hordoz, jelzi azt, hogy Hajdúszoboszló mennyire figyel önmagára, mennyire figyel az itt lakókra, és valóban igaz-e az, hogy csak a turistákkal foglalkozunk és a hajdúszoboszlóiakkal kevésbé. Én örömmel tapasztaltam azt, hogy azért alapvetően Hajdúszoboszló ilyen szempontból igenis egy élhető város. Ugye sokszor, amikor választások mennek és választási időszakban, akkor mindig ezeket olvasom a különböző kiadványokban, hogy élhetőbbé szeretnék Hajdúszoboszlót tenni. Én szerintem Hajdúszoboszló élhető város, aki itt lakik, az szeret itt lakni. Büszke arra, hogy hajdúszoboszlói. És ugye a hajdúságon belül is mindig egy kicsit egy ilyen eltérő városképet tudtunk magunkról felmutatni. Most ez az egy év, ami eltelt az elmúlt időszakban, én úgy gondolom, hogy tanuló időszak volt sok mindenkinek. Ebben a felállásban, ahogy most dolgoztunk, még nem működött Hajdúszoboszlón önkormányzati képviselőtestület. Ilyen erős többséggel még nem igazán tudtunk megvalósítani programokat. Ez látszik is. Én magam is kicsit rácsodálkoztam arra, hogy nem valósultak meg olyan feladatok, amelyeket mi most az elmúlt egy évben sikeresen meg tudtunk valósítani. Nem csak a városközpontot értem alatt, hanem a többi területet is, hiszen soha nem volt még egy éven belül ennyi útfelújítás, burkolatjavítás, játszótérépítés, az óvodák melletti parkolóknak a létrehozása, mint az elmúlt egy évben. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint képviselőknek az volt a feladatunk, és ennek igen jól meg tudtunk felelni, hogy úgy priorizáljuk a fontossági sorrendet a különböző feladataink közül, hogy ha nem is mindenki számára, mert olyan nincs, hogy mindenki elégedett legyen, de azért mégis egyfajta egyenletes eloszlásban valamennyi körzetre figyelve tudjunk fejlesztéseket végrehajtani, és ez sikerült. Egy kiváló bányászmérnök szakember miért dönt amellett, hogy képviselőként is megmutassa, hogy mit tud tenni az emberekért? Szerintem ennek a bányászathoz annyi köze van, hogy a bányászok szeretnek egymásra támaszkodni, szeretik, hogy
biztosan tudni az, hogyha ott van velük egy bányásztársuk, lenne a mélyben, vagy éppen a fúrótorony magasságába, akkor biztosan számíthat a segítségére, a szolidaritására, hogyha baj van, de akkor is, hogyha munkát kell végezni. Én bányászként is nagyon szívesen és nagy előszeretettel dolgoztam a különböző társadalmi testületeiben, szakmai testületeiben a bányászatnak, mai napig is tagja vagyok több ilyen szakmai egyesületnek, és ezeknek az egyesületeknek egy bizonyos szintű vezetője volt hosszú időn keresztül, Magyar Bányászati Szövetségnek elnöke voltam 3 éven keresztül. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta muníció, amit onnan hoztam magammal, hogy odafigyeljünk azoknak a problémáira is, akik számunkra, akik mondjuk esetleg jobb helyzetben vagyunk, mint mi, akik olajbányászként mégis csak jobb helyzetben voltunk a többi bányászhoz képest, hogy egy kicsit nyitottabb füllel, nyitottabb szemmel járva az ő problémájukat is megértve egy olyan konszolidált véleményt, egy olyan konszolidált elképzelést tudjunk megvalósítani, ami ha nem is mindenkinek 100%-osan jó, de figyelembe veszi mindenkinek az érdekeit, és ezen belül próbál meglavírozni. És akkor szintén a képviselőség mellett, ugye egy évvel ezelőtt az alpolgármesteri cím is csatlakozott, illetve hát az ezzel járó feladat. Miket tapasztalt ez alatt az egy év alatt, mint alpolgármester? Ugye ez már egy szélesebb kör, mint csak a körzet. Hát igen, ez egy érdekes kihívás, és ez nagyon sokszor igazából akkor is jön elő ezzel való belső konfliktus én bennem, amikor bizonyos dolgokról azt szerint kell dönteni, hogy most én egy egyes számú választókörzetnek a képviselője vagyok, vagy alpolgármester, és a város teljes érdekét kell, hogy nézzem. Én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű funkciók, és nem véletlen, hogy minden képviselőtársamnak van valamilyen bizottsági feladata, mert szükség van arra, hogy ne csak kizárólagosan a saját körzetére koncentráljon, így az alpolgármesterségből adódó feladatok is inkább nyitottak ezen a látásmódon. Sokkal inkább oda kellett figyelnem a külső területekre, ha bár a városközponttól ők messze állnak, és amikor egy-egy döntést meg kellett hozni, vagy mérlegelni kellett, hogy mondjuk valamilyen városközpontbeli utcának a felújítása az elsődleges, vagy inkább abból a pénzből, ami egymagában sok pénzt vitt volna el a felújítási keretből, ehelyett megcsinálunk 2-3 külterületi felújítást, és ilyenkor én is, ha bár nehéz szívvel, de azért mégiscsak tudtam ezt a dolgot így mérlegelni, és alpolgármesterként hoztam meg az ilyen jellegű javaslatomat és döntésemet, magam is felajánlottam nagyon sokszor, hogy akkor nézzük ezt a mondjuk úgy, hogy az igazságosságos oldalról egy kicsit a dolgot, és ne csak abból a szempontból, hogy valaki kifejezetten csak és kizárólag a saját területét nézi. Egyébként az alpolgármesterségből adódóan feladatom inkább az szokott lenni, hogyha a polgármester úr nincsen, akkor őt megpróbálom helyettesíteni. A mi polgármesterünk egy munkaalkoholista, ő rendszeresen és folyamatosan benn van a munkahelyen, így viszonylag ritkán fordul elő. Elsősorban nyári időszakban volt egy hosszabb időszak, amikor őt kellett helyettesítenem a különböző hivatalhoz kapcsolódó dokumentációkat, anyagokat átnézzem, aláírnom. De alapvetően polgármester úr ellátja ezt a feladatot. Hogy mondjam, az alpolgármesterségből azért még adódik egy olyan dolog is, hogy kicsit megpróbálok én is ebbe a konszolidáló, facilitátor, ilyen kiegyensúlyozó szerepbe játszva megtalálni azt a fajta összhangot a különböző képviselői érdekek között és területek érdekei között, ami arra szolgál, hogy hogyan próbáljunk megbékélni egymás érdekeivel, egymás szempontjaival és egymás látásmódjával. Én nekem ebből a szempontból sokat segített az, hogy tényleg bányászként is, meg bányászati vezetőként is erre nagyon sokszor rá voltam kényszerítve az életbe, így aztán ezt itt is tudtam kamatoztatni, remélem, hogy jól. Milyen tapasztalatok vannak? Mi az, amit még ebben az évben feltétlenül meg kell valósítani ebben a városban? Hát úgy néz ki, hogy az ember, amikor figyel és nyitott szemmel jár ebben a városban, akkor azt látja, hogy bizony a közlekedéssel kapcsolatosan, a forgalom struktúrával kapcsolatosan vannak problémák, és vannak ilyen kiemelt területek, amik ráadásul az én körzetemet is érinti. Az egyik a Nádudvari út, Dózsa-György utca kereszteződése, amivel kapcsolatosan mindenképpen előrébb kell lépnünk. Az egy olyan problémás környék, mert a oda érkező 4 utcából csak egy tartozik a város fennhatósága alá, a többi a KPM, tehát a közútnak a felügyeletébe tartozik, ezért amikor azzal kapcsolatos megoldást keresünk, akkor arra kell számítanunk, hogy bármilyen döntés születik, bármilyen irányba mozdulunk el, és úgy néz ki, hogy most a közlekedési lámpa
megoldást támogatjuk mindannyian, akkor bizony nekünk ehhez egyeztetnünk kell a közúttal. Tehát nem olyan egyszerű egy városon belül meghozni egy olyan döntést, amikor a hatáskör az nem, vagy nem feltétlenül csak a városhoz tartozik. A másik ilyen kiemelt közlekedési probléma ez a Kossuth utca és a Hölgyes utca kereszteződése, ahol bizony elég sokszor előfordulnak balesetek. Itt már ilyen gyorsító intézkedésként a sebességkorlátozást bevezettük, felfestések történtek. Én pontosan tudom, hogy ezek a felfestések ezek önmagukban nem sokat érnek. Szoktak is reklamálni az interneten a választópolgárok, hogy ez önmagában semmit nem jelent, hiszen a 30-as táblát nem veszi senki figyelembe. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy minden szabály annyit ér, amennyit abból mi magunk is betartunk. Hogyha az ott közlekedők nincsenek tekintettel egymásra, akkor természetesen a város vezetői, a képviselők, ők nem fognak tudni odaállni, ők nem közlekedési rendőrök, nem állhatnak oda és maguk végezzenek sebességmérést. Ugyanakkor az is látható, hogy ez a fajta megoldás ez nem elegendő, amit eddig jutottunk el. Így az idejévi költségvetésbe erről elkülönítettünk keretet, és meg fogjuk oldani ott a gyalogátkelő helyeknek a felfestését és kialakítását, mert hogy a reklamációkból úgy gondolják, hogy hát egy zebra felfestése az igazából nem kerül sokba. Azt is látni kell, hogy egy zebrahoz oda kell jutni. Tehát ott ki kell alakítani nem csak magát a felfestés, hanem az oda történő járda csatlakozást, megoldani úgy, hogy itt lehessen közlekedni a mozgáskorlátozottaknak is. Tehát nem olyan egyszerű egy ilyen kereszteződésnek a rendbetétele, de az idejévre erre elkülönítettünk pénzt, és meg fogjuk mindenképpen oldani, mert szemmel láthatóan ott nagy forgalom van, ráadásul gyerekek nagyon sokan közlekednek a gimnázium és a Bárdos Lajos iskola közötti területen, óvodák is vannak. Bizony a szülők joggal aggódnak, hogy ezt a területet ezt valamilyen úton, módon egy kicsit fegyelmezzük, próbáljuk meg rendbe tenni, és föl fogunk szerelni sebességmérő készüléket is ahhoz, hogy hát ha nem is a büntetés miatt, de hogyha látják, hogy mennyivel közlekednek, akkor egy kicsit önmaguknak is fölhívják a figyelmet arra, hogy figyelmesebben, óvatosabban közelítsék meg azt a kereszteződést. Ezen kívül van néhány olyan területünk, járda terület és hasonló, amiket rendbe kell raknunk, szintén a Hölgyes utcán, illetve a Bocskai utcán. Én nagyon örülök annak, hogy két viszonylag nagy forgalmú utcát sikerült az idejében rendbe raknunk, ez az Isonzó utca, ami ugye a körzet határon van, illetve a régóta elfeledett és elég mostoha gyerekként kezelt korábban Móri Zsigmond utca teljesen új burkolatot kapott, ráadásul egy ilyen megerősített útpatkával ellátott, megtámasztott új burkolat. Én úgy gondolom, hogy azon az utcán így is elég nagy forgalom volt, hiszen sokan arra kerültek el. Meglátjuk, hogy mennyire elégedettek most vele az ott lakók. Én örülök neki, hogy sikerült ezt is így kivitelezni. Képviselőként ugye nagyon fontos, hogy a városi sikerek azokról mindenki tudjon, de mint szülő meséljen már nekünk egy kicsit a gyermekének az úszó sikereiről. Köszönöm szépen a kérdést. Én nagyon örülök annak, hogy Hajdúszoboszló városa, még mégiscsak a vizek városa ilyen értelemben, hiszen bár gyógyvíz van itt, és nem alapvetően a sportolási lehetőségekről szoktunk ilyenkor megemlékezni, de ugye Péter fiam, aki egész kiskora óta, 4 éves kora óta úszik itt az itteni egyesületbe, most már eljutott oda, hogy ez az úszás, ez neki egy kicsit több is, mint hobbi, hiszen az Amerikai Egyesült Államokban az egyetemen, ahol tanul, ott kifejezetten úgy lett ő kiválasztva oda, és úgy kapott ösztöndi ajánlatot az egyetemtől, hogy ott az úszást folytassa. Én nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz ebben a tevékenységében, és ha jól megy ez neki, akkor valamelyik olimpián képviselheti Hajdúszoboszló városát is, mert azért, hogy ő ott kint tanul, és ő az Auburni Egyetemnek az úszó csapatába vesz részt, amikor Magyarországon versenyez, vagy Magyarországra hazajöve elmegy egy külföldi versenyre, akkor ő mindig Hajdúszoboszló járpádese színeivel lép föl. Így aztán mi mindig nagyon hálásak vagyunk a Hajdúszoboszlói Árpád esének és Ludmány Laci bácsiéknak, akik Pétert rávezették erre a hobbira, és kicsit olyan jellegű sportolói gondolkodás, sportolói tartást adtak neki, ami nagy valószínűséggel az életben is, de most a tanulásban is hasznára válik. Nyilván nagy büszkeség ez egy édesapának. Igen, mindenképpen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.